Szeretettel köszöntök mindenkit, így van, hogy polgármester úr elmondta. Bálint Istváni Andi vagyok, Bicske alpolgármestere. Azért a Bicskéjé, ahol 1989. szeptember 1-e óta működik menekültábor. Abban a megtisztelő lehetőségben volt, vagy szerencsés lehetőség, vagy lehetőségem volt, hogy egészen 2014. november 15-ig én ezen a befogadóállomáson dolgoztam. Először főnővérként, aztán vagy ápolónőként, főnővérként, aztán szociális osztályvezetőként, tehát az ellátásért, a szociális ügyekért és az egészségügyért felelős osztályvezető voltam. Isten igazából a 90 éves években, amikor erre a befogadóállomás megnyitására sor került, akkor az első menekültjeink Angolából érkeztek. Tehát még nem is azok a menekültjeink voltak, ami a köztudatban aztán később bevonult, ugye itt a 90-es évek legeslegelején a délszláv válság következtében, a háború következtében ugye nyílt egy menekültábor, akkoriban nyitottuk ezt a nagyobb menekültábort, akkoriban zömében magyarajkú, fiatal felnőttek és fiatal családok érkeztek. Tehát pontosan az igazi, én azt gondolom, hogy az nagy számban akkor igazi menekültek, akkor voltak az országunkban, hiszen a háború elől jöttek el olyan magyar emberek, akik nem akartak részt venni olyan háborúban, ami nem őróluk szólt. Ugye az idő haladt tovább, 97-től Európán kívüli befogadó országgá vált Magyarország, és ekkor jelentek meg az Európán kívüli országokból is menekültek a mi országunkban. A Bicskei befogadóállomásra annyit még tudni kell, hogy 462 fő a hitelesített befogadó kapacitása, ami 2013-ban, amikor volt az előző, vagy az első nagyobb robbanás, akkor 350 főre lett ez a szám leredukálva, pontosan az akkori családok miatt, hiszen kisgyerekekkel nem lehet ugyanannyi négyzetméteren létezni, mint egyedülálló férfiakat emeletes ágyra behelyezni az épületekbe. Tehát akkor ez a szám leredukálódott 350-re, de beszéljünk a 462 főről. A 2003-as adatok szerint 1050 fő volt a legtöbb lakosunk, ami mondjuk konkrétan a tábor területén tartózkodott bizonyos napokig. És ugye 2014-ben volt egy szervezeti átalakítás, miszerint megszűntek a befogadóállomások, mint önálló egységek, és ez központosítva lett, Bicske lett a központja, és az összes többi más menekültábor, Debrecen, Vámosszabadi, Nagyfa, telephelyé lett nyilvánítva, most nemrég nyitott egy Szent Gotthárd is, tehát hogy mindenki képet kapjon arról, hogy mi is működik azért az országunkban menekültügy tekintetében. És ugye akkor innen Bicskéről lett irányítva minden, ugye nyilván ezáltal Bicske egy speciális helyzetben került, egy speciális helyzetet, speciális szerepet látott el. És azt is el kell mondjuk, hogy ugye most már számok erdejébe betévedtem, tehát ugye utaltam a 2013-as adatra, ami 2050 főt említünk a legmagasabb létszámra. Ez 2015 júniusában, szeptemberében, tehát amikor ez a bizonyos ominózus eset volt nyilván, ami a világsajtót bejárta, önök is látták, az a kétnapos vonatveszteglés a Bicskei vasútállomáson, amikor innen az emberek önként, senki nem kényszerítette őket. A helyzet nyilván olyanná vált, hogy úgy döntöttek, hogy aki kitört és elindult gyalog a határ felé, az elindult a határ felé, az összes többi lakó leszállt a vonatról, és ezeket a lakókat buszokkal beszállítottuk a befogadóállomásra. Tehát ebben az időben 1055 fő volt a Bicskei befogadóállomás területén. Tehát még egyszer hangsúlyozom, 350, vagy beszéljünk a 462 főről, amit elbír ez a település, vagy elbír ez a befogadóállomás. 12 ezer ember él Bicske városában. Augusztus végéig 13.238 ember fordult meg. Tehát nem abban a helyzetben vagyunk, mint Mórahalom, vagy a határmenti kis települések, hogy átvonulnak rajtunk, hanem nem ennyi ember élt egyszerre, de ezer pár száz ember folyamatosan jelen volt a településünkön. Életvitelszerűen tartózkodtak Bicskén. Bicskéről azért még annyit el lehet mondani, hogy van itt környékről polgármester Etyekről, tehát ismeri Bicske helyzetét.
egy elég specifikus helyzetben vagyunk. Azt gondolom, hogyha minden magyar településről el lehet mondani, és minden magyar emberről, hogy szociálisan érzékeny, akkor a mi településünk kifejezetten az. Hiszen van egy befogadó állomásunk, van egy nagyobb roma közösség, aki él a városunkban, van szociális intézményünk, megyei fenntartású, de a városban működő szociális intézményünk, és van egy nagyon speciális nevelést igénylő gyermekek gyermekotthona. Tehát minden olyan terület szinte az idősektől eltekintve érintve van, és ez a város ebbe a millióbe próbál dolgozni, élni, tevékenykedni. Tehát ugye ez a nagyfokú áramlás megtörtént. A mostani, tegnapi számadatok szerint azt tudom elmondani, hogy az 1055-ről ma csak 169 fő él a Bicskei befogadó állomáson. Tehát vélhetőleg ezek az emberek azok, akik nem akartak elmenni tovább, akiket meg lehetett kérni arra, hogy az új lenyomat vételnél tegyenek eleget azoknak a kötelességeiknek, aminek eleget kell tenni, akikkel szemben le lehet folytatni a menekültügyi eljárást, és hát nyilván, tehát ezek nem elismert menekültek, hanem még folyamatban lévő ügyekben élik most az életüket ott a Bicskei befogadó állomáson. Az, amit Móra Halom polgármestere említett, azt bizonyos tekintetben mi is el tudjuk mondani. Tehát én, mint akkor benn dolgozó, a kollégáim és jó magam minden fizikai, lelki túlterheltség alatt tettük a dolgunkat, reggel 6-tól éjfélig hazamentünk, aludtunk, és aztán mentünk újra vissza, és a város ugyanígy. A táborban tényleg borzalmas kép volt az, ahogy az embereknek ott élni kellett, ahogy el kellett őket szállásolnunk, mert nem volt lehetőségünk másra. Katasztrófavédelemtől kapott matracokra, ágyakra, közös, nagyobb vizes blokkokba, sportcsarnokba tudtuk megoldani a fektetésüket, sátrakba. A város, ugye ez a menekültábor a város szélén található, a város szélén szó szerint egy sátorerdő nőtt a tábor területén. Tehát tényleg szerintem nagyon lehangoló volt a látvány az ott élőknek is, meg az arra járóknak is. És hát ugye ennek következtében, hogy ennyi ember megfordult a városunkban, nagyon mély nyomokat hagyott a településünkön is, mi nem úgy voltunk, mint polgármester úrék, tehát hogyha hozzánk valaki érkezett, a vonattal érkezett, a vonaton két vasútállomás van a városunkban, mind a kétszer a városon kell átjönni, tehát a központon kell átjönni ezeknek az embereknek. Most, amikor ezek a nagyon, tehát egy önkormányzati feladatról beszél konkrétan, most, amikor ezek a nagyon nagy áramlások voltak, hogy 80-asával, 100-asával érkeztek, akkor azt találtuk ki városvezetés szintjén, hogy útbaigazító táblákat raktunk ki, GPS koordinátákkal minden, nem ugye okostelefonokkal érkeznek ezek az emberek, tehát nem volt nehéz alkalmazniuk ezeket a koordinátákat, hogy ne bolyongjanak össze-vissza, ne legyen egy a lakosság életében egy olyan feszültség, ami nyilván mégis az ettől függetlenül jelen volt. A polgármester úr szintén most sok esetben vissza fogok utalni rá, mert közös vagy hasonló intézkedéseink voltak. A városvezetés mindig arra törekedett, hogy legyen az bármilyen helyzet, próbáljuk úgy megoldani, hogy mind a hozzánk érkező menedékkérőknek, mind a város lakosainak egyaránt ez a legkevesebb súrlódása és a legkevesebb nehézséggel járjon. Azért tudok erről múlt időben is beszélni, mert korábban én az önkormányzatban Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökeként részt vettem az önkormányzati munkában is. Az első fontos lépés az volt, hogy megerősítettük a polgárőrséget, autót vásároltunk, üzemanyagkártyát adtunk. Tehát, hogy azt a munkát, ami a rendőrség nem tud már elvégezni, abba ők be tudjanak segíteni, és mindkét polgárőrségünk kapott egy autót és minden anyagi támogatást ehhez a helyzethez. Pályáztunk közbiztonság növelése szempontjából kamerákra, akkor 20 kamerát tudtunk feltelepíteni, és most további 20-nak a telepítése van folyamatban, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez is szintén egy előrelépés a város érdekében, a közbiztonság jobbátétele érdekében. A Fejér megyei rendőrkapitányság 2013-ban, amikor ez a helyzet elindult, akkor készített egy intézkedési tervet, fokozott rendőri jelenlét volt a városunkban, a készenléti rendőrségtől is kaptunk segítséget. Először 2003-ban 24 fővel, 24 órában voltak jelen, aztán nyilván itt a lehetőségek fogytak, csökkentek, és máshogy alakultak át a dolgok, de a mai napig is van még támogatás és segítség. A gazdasági szervezetünk
nek nagyon komoly feladata volt, ugye városgazdaként emlegetik ezt más településeken, ugye a közterület tisztaság fenntartása tekintetében nagyon komoly összeget költöttünk el szemétszedésre, minden egyéb más, hát nem pont az utcára való dolgoknak az eltakarítása érdekében. A bicskei rendőrségnek adtunk egy autót, tehát hogy a rendőrség autóállományát is ezzel növeljük, és az idei évtől pedig 1 millió forintot, tehát azt pontosan arra tudják a rendőrségen alkalmazni, vagy használni, hogy a ki nem fizethető túrákat és egyéb ilyen dolgokat ezekből az összegekből meg tudják oldani, tehát a rendőreink is valamilyen formában kompenzálva vannak. Amikor a 2003-as nagy robbanás volt, hívjuk ezt robbanásnak, akkor felmértük hamar azt a helyzetet, hogy a menekültek azért jönnek ki főként azért jönnek ki a táborból, mert hogy az ottani wifi kapacitás az nem elegendő arra, hogy a világhálón ők tájékozódjanak és a családdal kapcsolatot tartsanak. Ekkor a képviselőtestület úgy döntött, hogy nagyobb teljesítményű wifi berendezést vásárolt a befogadóállomásnak, vagyis a város saját magának, de befogadóállomáson helyezte ezt el, hogy majd egyszer, amikor már nem lesz erre szükség, akkor még így gondoltuk, akkor majd kikerül ez a városba, és akkor a városban élők fogják tudni ezt használni. Továbbá 5 számítógépet vásároltunk, amit ugye ha már egyszer wifi van, de a gép nem elegendő ennyi embernek, akkor az ottani számítógépparkot tudják bővíteni, és az akkori polgármesterünk, aki egyben országgyűlési képviselő is volt, akkor ő az állami intézményeket felkeresve további 50 számítógépet szerzett még. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon komoly számítástechnikai gépparkot próbáltunk biztosítani akkor a bicskei befogadóállomáson. A belügyminisztériummal azt mondhatom, hogy jó, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát bármit kérünk, mindenben segítettek, mindenben a segítségünkre voltak, de nyilván tehát nem vagyunk abban a helyzetben, amiben mondjuk volt, van Mórahalom, és vannak azok a települések, ahol egyszer csak hirtelen jelentek meg ezek a nehézségek, ezek a jelenségek, hiszen ahogy mondtam, 89. szeptember 1-e óta működik ez a tábor befogadóállomás a bicskei településen. Ami még problémát okozott a város lakossága tekintetében, az a járványügyi helyzet, vagy az egészségügyi biztonságérzet. Mindenki félt, féltette a gyerekeit, féltette a saját maga egészségét. Nem voltak az emberek tisztában azzal, hogy mik azok a betegségek, amiket hordozhatnak esetleg a városban élőkre. Veszélyt jelenthet. Ugye akkor mi adtunk egy tájékoztatást, hogy milyen szűrővizsgálatokon esnek át a menekültek, aki hajlandó. Tehát itt ugyanez a probléma, mint az új lenyomatlevételnél. Hiába van meg a hatósági elrendelő, ami ő kötelezi arra, hogy ezeket a vizsgálatokat engedje magán elvégeztetni, a hatósági eljárásának a része, nem nagyon tud ez a történet megvalósulni. És a további problémát okoz ugye az is, hogy a Bicskén működik egy komoly szakrendelő, és ezek az emberek ezen a szakrendelésen veszik igénybe az orvosi szolgáltatást. Az alapellátás, a gyermekorvosi ellátás és a háziorvosi ellátás az a táboron belül egy nagyon jól felszerelt és fejlett rendelőintézetben működik, de minden más egyébért, fogászatér, fülorgégészetér, nőgyógyászat, sebészet, minden ilyenért ugyanarra a helyre járnak, ahova bicskeiek járnak, ugyanazokon a vizsgálatokon esnek át ugyanazokba a rendelőkbe, ahol mi bicskeiek. Úgyhogy ez volt még egy kicsit ilyen kardinális és neuralgikus pont az akkori életünkben. Mára már a védőnőszolgálat is megoldódott, ugye itt a védőoltások felvétele ugyanúgy problémát okoz, mert ugyanúgy nincs együttműködés, vagy nem minden szülővel van együttműködés. És ami ugye az én feladatom, vagy az én felszólalásomnak a megnevezése, hogy tehát milyen olyan önkormányzati feladatok vannak a menekült politikában, ami egy önkormányzatot terhelhet, vagy egy önkormányzatra feladatot róhat, ezeken felül ugyanígy problémát okoz a beiskolázás, vagy az óvodába való beiratás. Tehát megtörténik az, hogy 30 gyerek iskolaköteles, a törvény előírja, hogy be kell iskolázni, ez 28.500 forintot jelent gyerekenként,
amit megvásárolt, tehát nálunk az a szisztéma működött, hogy a menekültügyben dolgozó kolléga, az oktatásért felelős kolléga megvásárolta a beiskolázáshoz szükséges tanszereket, tornaruhától kezdve mindent. 28.500 forintot lehetett költeni egy gyerekre, megtörtént a beiratás, és ez a gyerek nem ment el iskolába. Tehát nagyon kevés az a sikerélmény, amikor fel lehet mutatni azt, hogy a gyermeknek az érdekeit a szülő szem előtt tartva, így ahogy polgármester úr is mondta, a mi értékeink szerint első a gyermekünk, védjük mindenek előtt és mindenek felett, ugyanúgy a nőket is. Itt egy kicsit más azért a helyzet. Tehát itt azért előfordul ez pontosan fordítva is. Tehát nem biztos, hogy a gyermek az első, tehát nem mindig a gyermek érdekeit tartják szem előtt, tehát történetesen a gyerek nem megy iskolába. A 28.500 forintot azért hangsúlyoztam ki, mert hogy ezt a bevándorlási hivatal megvásárolta, de a törvény szerint ezt annak az önkormányzatnak kell megtéríteni a bevándorlási hivatal felé, tehát az az önkormányzat biztosítja a gyereknek a beiskolázását, ahol a gyerek él. Tehát ez lehet, hogy majd lesz település, amikor fognak menekült gyerekek lakni, akkor ez az önkormányzatnak költségvetést fog jelenteni. Korábbiakban költségvetést jelentett az időskorúak ellátása, a szociális rászorultságon alapon járó társadalombiztosítás, ami most már ugye járási szinten elkerült az önkormányzatoktól, ezért nem az önkormányzat költségvetését érinti, és ugyanígy a közgyógyigazolvány is. Tehát ezek mind olyan költségek, amik a mai menekültügyi helyzetben nem biztos, hogy nagyon fogják veszélyeztetni az állami kincstár terheit, vagy az állam kincstár terheit, mert nem valószínű, hogy eljutnak idáig ezek az ügyek. Tehát nem lesz egy ilyen végkifejlete, mert hogy ez az álláspont van, ami tényleg így működik, és ez is az adatok szerint is ez mutatható ki. Tehát még egyik nap van 1550 ember, rá egy hétre már csak 169. Tehát nem fognak az emberek az eddigi álláspont, vagy az eddigi adatok szerint túl sokáig itt tartózkodni szerintünk Magyarországon. Mindig arra törekedtünk önkormányzati szinten, tehát megint csak polgármester úrra tudok visszautalni, hogy a legjobb tudásunk szerint tegyük a dolgunkat, ráhatásunk és beleszólásunk a feladatba, a feladat végrehajtásba nincs. Javaslatot tudunk tenni, vagy segítségért tudunk kiáltani mi is, de fontosnak tartjuk azt, hogy ez a népvándorlás, ami most a mi országunkban zajlik, ebben a népvándorlásban mi városi szinten mindent tegyünk meg, ami elsősorban a városban élők biztonságát és a rajtunk átvándorlók biztonságát és komfortérzetét is biztosítani tudjuk. Úgyhogy én röviden ennyit szeretnék, nem is húznám tovább az időt, köszönöm, hogy meghallgattak.